Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban a bambusz festésével szeretnénk egy kicsit közelebbről megismerkedni. Vágjunk is bele! A kínai tusfestészet egyik legfontosabb alkotóeleme a papír, amire oda kell figyelnünk, hogy hihetetlenül nagy sebességgel szívja magába a festéket. A tusból használhatunk száraz tust, vagy annak palackozott megfelelőjét. Az ecset választásnál a legfontosabb, hogy mindig egy pontba végződjön az ecset, ahogy ez is. Ha már egy picit szétnyílt, használhatatlan. Erre figyeljünk oda. És természetesen legyen kínai ecset, az segít. Ecsetünk összfolyadéktartalma befolyásolja a bambuszunk természetét, szárazságát vagy nedvességét, amit könnyedén manipulálhatunk vonásunk sebességének változtatásával is. Ami minden esetben határozott, erős, stabil és ami a legfontosabb, hogy rugalmas és lágy egyszerre. Ennek a két ellentétes minőségnek a harmóniáját, ha megtaláltuk, már minden mindegy lesz, hogy milyen a festék vagy tökéletesek a vonások. Amit a papíron látni fogsz, az a bambusz elemi lényege lesz. Természetesen itt nem állhatunk meg, úgy kell uralnunk az ecsetünket, ahogy a szellemünket. Lágyan indítjuk a vonást, és az ecset nettartalmához igazítjuk sebességünket. Figyeljünk, hogy minden bambusztár vonásunk pontban kezdődjön és végződjön, kivéve az utolsó vonását, az adott szálnak. Amit a lapjával húzott vonásunk végén, az ecset egy helyben tartásával érhetünk el, felhasználva a papírunk megszívó erejét. Ahogy elindul az ecsetünk, a hegye érintkezik elsőnek a papírral. Húzom a vonást, húzom, amikor azt érzem, hogy nagyjából elértem a teljes levél hosszúságon feléig, elkezdem szépen távolítani. Egészen addig, amíg el nem hagyja a papírt és egy pontban nem végződik a levél. Ebben a videóban kaptam egy kis ízelítőt abból, hogy mi történik akkor a papíron, amikor bambuszt festek. És ez tartalmaz nagyon sok, nagyon fontos technikát, ami rendkívül hasznos lesz számotokra, hogyha jöttök a workshopomra, vagy hogy otthon gyakoroltok. Mind a kettő nagyon fontos.